Ülésezik a pécsi közgyűlés egyelőre a régi összetételben június 25-én. Ez a képviselőtestület októbertől átalakul. A választók döntöttek, októbertől új serif érkezik a városba, úgy hívják, hogy civil kontroll, és e tekintetben nagy várakozással tekintek a következő pár hónapra, hiszen remélem, hogy elkezdődik egy kedvező folyamat a helyi politizálást illetően. Azonban a keddi ülés még nem a változást tükrözte a képviselőnő szerint. Rögtön volt egy olyan előterjesztésünk, amelynek során komoly vagyoni gyarapodáshoz segítették volna hozzá egyik DK-s képviselőtársunkat, hogyha nincs olyan szemfüles képviselő, aki átlát a szitán. Ezen kívül én személyesen sérelmezem, hogy személyi kinevezéseknél egy éves időtartamban gondolkodik még a jelenlegi városvezetés, miközben az új városvezetés minden bizonnyal ezeket a személyzeti kinevezéseket teljesen jogosan felül fogja vizsgálni. A DK-s Aut István képviselő volt érintett abban az ügyletben, ami az ingatlanához köthető önkormányzati telek megvásárlását engedte volna meg. Az igazgató megbízásának hosszabbítását pedig a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft-nél kezdeményezte a baloldali városvezetés. Októbertől a polgármester marad, de nem lesz mögötte többség, így akár egy-egy képviselő szavazatán is sok múlhat. Bognár Szilviát alpolgármesteri pozíciójából Péterfi Attila vezetésével távolították el, méltatlan körülmények között. Felmerül a kérdés, hogy tudnak-e ennek ellenére együtt dolgozni. Az elmúlt 30 év leggyalázatosabb hentes munkáját hajtották rajtam végre, de ezt el kell, hogy higgyék nekem, és erre talán az elmúlt 3 év is bizonyíték volt, hogy én ezt a helyzetet felülemelkedetten kezeltem, mert pontosan tudtam, hogy ezek nem feltétlenül személyes ellentétek, hanem pártpolitikai erőviszonyokat képeztek le. Úgyhogy én az új kurzus elé ezzel az optimizmussal állok, hogy ilyenfajta gyalázat nem történhet meg senkivel sem, hogy akár egzisztenciálisan eltiporják, hanem koncentrálunk arra, hogy mi a közjó és mi a pécsieknek a legjobb. Vagyis lehetséges együttműködés olyan ügyek mentén, amiket hasznosnak, jónak ítél meg a képviselő. Ha nem ez a meggyőződése, akkor nem szavazza meg az adott előterjesztést, nem lesz politikai nyomás rajta, mondta a stábunknak az újraválasztott képviselőnő.